tüntetés főszónak a következik. Egy Nógrád megyei kis faluból. Cserhák halálba érkezett ide hozzánk a község vezetője. Egyenes gerincű, jó palóc ember. Cserhát halál polgármestere. Négy gyermek édesapja, a Mi Hazán mozgalom alapító elnöke, Dózs Dávid. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt honfitársaim, és nyugodtan mondhatom, hogy harcos társaim. Sok szeretettel köszöntök minden bátor megjelentető tüntetésünkön, mely nem szokványos politikai tüntetés, hiszen nem egy párt, egy kormány, egy eszme ellen, hanem egy globálisan az emberiségre erőszakolt járvány ellen gyűltünk most itt össze. Egy olyan járvány ellen, mely a COVID-19 összes variánsánál is veszélyesebb. Egy olyan járvány ellen, mely a médián és a közösségi hálón terjed főként, és mely rettegést és megosztottságot eredményez. Tünetei és mellékhatásai a történelemből már jól ismert vészkorszakok. A bábkormányok pedig asszisztálnak ennek a vírusnak a terjedésében, fenntartásában, közreműködnek benne, eljátsszák a tőlük elvárt szerepet, feltétel nélkül kiszolgálják azokat, akik ezt elvárják tőlük, és kényszeredetten mindent megpróbálnak lenyomni a normális emberek torkán, elősegítik a társadalom megosztottságát, családokat, hosszú idő óta fennálló baráti kapcsolatokat szakítanak ezzel szét. Hiszen ez a cél, ez az általuk elképzelt jövő, ahol nem erős nemzetek, erős közösségek, önálló gondolatok jönnek létre, hanem katyvasz, sokszínű államok, magányos, birka módjára terelhető egyedei, akik nem kérdeznek, nem gondolkodnak, csak végrehajtanak, hogyha parancsot teljesítenek, csak szót fogadnak még akkor is, ha teljesen logikátlan, ha teljesen embertelen vagy abszurd ukázt kapnak. A legsötétebb, legembertelenebb ideológia ez, mely felülmúlja a kommunista rendszer minden eddigi törekvéseit és cselekményeit, mely nem másról szól, mint a világ társadalmának a leigázásáról, megtöréséről, a digitális rabszolgatársadalom létrehozásáról, az új világrend kiépítéséről és bevezetéséről, annak megszilárdításáról, arról, hogy mindent el akarnak törölni, mely az emberiség történetében valaha is fontos volt. Támadják a család intézményét, támadják a vallást, a hitet, a normalitást és a józan ész által eddig felállított határokat is. Az, ami eddig nem volt kérdés, az mára az lett. Ami kérdéses volt mindig is, az pedig mára elfogadottá kezd válni. Ember legyen a talpán, aki ezt érti. Sokan viszont sajnos nem értik, csak sötétben tapogatóznak helyette, s ha bár sokaknak felettébb gyanúsak a folyamatok, és a napról napra kényszeredettebb intézkedések, mégsem állnak ki magukért, mégsem mondják azt, hogy eddig és ne tovább. Csupán lehajtott fejjel, lesütött szemmel követik a csorda szellemét. De ha a csorda a szakadék felé, a saját végzete felé menetel, akkor kell valami, ami kizökkenti őket, ami felnyitja végre a szemüket, ami önálló gondolkodásra serkenti őket, mert ha nem lesz ilyen indikátor, akkor csak a szakadék marad. Most azt gondolom, hogy a szakadék széléhez értünk. Mostan itt annak az ideje, hogy döntsünk arról, hogy fent, avagy lent szeretnénk jövőbeni helyünket elfoglalni. Most jött el az ideje annak, hogy számot vessünk, hogy eldöntsük, hogy könnyebb, korlátozásoktól kevésbé hemzsegő életért cserébe elfogadjuk a játékszabályokat, és azt tesszük, amit elvárnak tőlünk, avagy hős harcosok utódaiként most is felvesszük a harcot az ellenséggel, még ha annak jelenleg arca nem látható és nem is kézzel fogható az. Ez most a mi döntésünk, ez most a mi felelősségünk, ez most a jövő alakulásának terhe a vállunkon, az emberiség további korszakainak meghatározó mikéntje. És hogy ne csak rébuszokba beszéljek, nézzük is meg közelebbről,
hogy mivel is állunk szemben, mi az, ami ellen szerintünk harcolni kell, harcolni szükséges. 2019-ben egy kínai tartományban, Wuhanban tört ki egy járvány, mely akkor a COVID-19 nevet kapta. Kezdetben csak lokálisan volt jelen, aztán az egész világon elterjedt, majd pandémiává kiáltották ki. Kezdetben a denevértől származtatták, aztán a laboratóriumból való kikerülését sem vetették el. Kezdetben védekezés címszó alatt megbénították a világot, a sokszor értelmetlen lezárásokkal és korlátozásokkal, padlóra küldték a gazdaság több szegmensét, annak kis és középméretű szereplőit, ugyanakkor rekord méretű bevételeket produkáltak a multik és az óriás vállalatok, akik a koronavírus haszonélvezői, vámszedőivé váltak. Aztán jöttek a megoldásként feltüntetett, tálcán kínált csodaszerek, a védőoltásként emlegetett ismeretlen összetevőkből az emberi szervezetre ismeretlen hatást gyakorló technológiával előállított vakcinák. Azok a vakcinák, melyeknek a kísérletezési szakaszát kihagyták, melyeket csak feltételes módon engedett forgalomba hozni, még maga az Európai Bizottság is. Mindenféle hosszú távú hatástanulmányt az állati vagy emberi szervezetre gyakorolt, nem ismert hatását figyelmünk kívül hagyva kezdték el vele oltani számtalan országban a föld lakosságát. És az emberek az addig felkorbácsolt félelmeik miatt, rettegéstől, a régi szabad életük visszaszerzésének lehetősége miatt a másodrendű polgárok társadalomból kitaszított mi voltának az elkerülése véget, és a legjobb, a legelfogadhatóbb esetben meggyőződésből tömegesen kezdték felvenni a gyógyírként beharangozott oltást, melyből egy és esetleg egy ismétlő volt kilátásba helyezve, melynek felvétele megszünteti az életünk utóbbi szakaszában tapasztalható összes problémákat. És ma már láthatjuk, hogy ez nem így történt. Nem így történt, hiába kaptuk az ígéretet és az ígéretek sokaságát az ügyeletes, pénzzel kitömött zsebű megmondó emberektől és a Covid celebektől. A kötelező jellegét maga a miniszterelnök Orbán Viktor zárta ki áprilisi Kossuth Rádióban történt beszédében, a gyerekek oltásának felvetését pedig Szlávik János infektológus is rosszalta, már amennyiben a saját gyerekéről volt szó. Aztán először elkezdték oltani a 12 és 18 éves korosztályt, míg ha számukra nem is tartották veszélyesnek a vírust, még maguk, a szakértők sem. Aztán először az egészségügyben tették kötelezővé, elbocsájtás terhe mellett, nem kis veszélybe sodorva ezzel az egyébként is nagy létszámhiánnyal küszködő ágazatot, ma pedig már kiterjesztették a rendvédelemre, a büntetésvégrehajtásra, a katasztrófavédelemre, az oktatásügyre, a honvédségre és a köztisztviselőkre a szabad választás lehetőségét a kötelező oltással kapcsolatban. Ugyanis szabadon lehet választani az oltás vagy az éhhalál között. És ha ez még nem volna elég, akkor a munkáltatóknak és a településvezetőknek olyan jogkört biztosított maga a kormány, hogy a saját munkavállalóik számára kötelezővé tehessenek egy olyan vakcinát, melyért sem a gyártó, sem a kormány nem vállalja a felelősséget. Aztán egy frajdi, vagy inkább orbáni elszólás következtében megtudhattuk, hogy eljön az az idő is, amikor mindenkinek kötelezően be kell oltatnia magát. Vagy különben meghal. Szép jövőkép, igaz? Tehát aki beoltatja magát, az már nem hal meg soha. Most felettébb érdekes kijelentés volt ez egy miniszterelnök szájából, és feltételezem, hogy a későbbiekben még lesz szerepe ennek az elszólásnak is. És hol tartunk most? Az egészségügyben már a harmadik oltást tették kötelezővé, december 15-től pedig elkezdik oltani az 5 és a 11 éves korosztályt, az információink szerint pedig osztrák mintára most készítik elő az aktuális szervek a komplett lakosság kötelező oltását.
Mindezt minden áron, semmi sem drága. Nem drága a több tízezer család biztos megélhetése, a szakemberek elvesztése az adott szakágakból, a feladatellátás megoldatlansága, a társadalom polarizációja, a gyerekek veszélyeztetése, legszebb éveiknek az elrablása, számkivetettek tömeges számüzetése a társadalomból. És mi várható még? Most jutottunk el arra a pontra, hogy meg kell kérdezzem önöket, hogy mi várható még. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy csak az várható, amit hagyjuk, hogy megtegyenek velünk. Én úgy gondolom, hogy itt mindenki azért gyűlt össze, mindenki azért van itt, mert számunkra, és én nagyon sok honfitársunk számára, aki ma sajnos nem mert eljönni, vagy nem tudott eljönni munkanap lévén erre a rendezvényre, elege van a mostani fejleményekből. Elege van, hiszen a számok tükrében ezt tudom megerősíteni, ugyanis a kormány propaganda, a kormány narratíva azt szajkózza és azt hangsúlyozza, hogy több mint 6 millió beoltott van ebben az országban. Oltási akcióhetet rendeztek, ami annyira sikeres volt, hogy már a harmadik héten hosszabbítják meg. Hát én egy egyszerű példával szoktam élni, ha én kijövök a piacra 2 kiló paprikával és célul tűzöm ki, hogy az délig eladom, ha 10 órára eladtam, az egy sikeres vásárnap volt. Ha még 3 nap múlva is ott állok a portékámmal, az pedig egy sikertelen vásár. 3 nap volt. De az egyszerű kis példámat, azt tovább szeretném fokozni, hiszen a nagyon sikeres, most már 3-szor megismételt oltási héten 1,2 millió ember vette fel a vakcinát, de közülük ki volt az, aki az elsőt merte felvenni. Ez csupán 140 ezer ember volt, ezek közül is csupán 140 ezer megfélemlített honfitársunk, aki nem szabad akaratából, aki nem meggyőződéséből, hanem kényszerítésből és a zsarolásnak engedve vette fel ezt a vakcinát. És azt tudom mondani, hogy a közel 10 millió honfitársunk közül 2,8 millióan vannak beoltva a harmadik oltással, ami szintén azt jelenti, hogy aki akarta, akkor most a nagyon-nagyon meghosszabbított akcióhétnek köszönhetően nyugodtan, soron kívül, regisztráció nélkül beoltathatta volna magát. Mégsem tette. Tehát a számok tükrében azt tudom mondani, hogy bő egynegyede, szűk egyharmada az az országunknak, aki ezt az oltást felszerette volna venni. Jogos lehet tehát a kérdés, hogy mire alapozva, milyen jogon meri a kormány egyáltalán, és a kormány feje, a miniszterelnök felvetni a kötelező oltásnak a mikéntjét. Milyen jogon meri a gyermekeink számára, tudjuk, hogy a most következő korosztály nagyjából 700 ezer főben mérhető, milyen jogon meri megrendelni előre nekik a 2 millió Pfizer vakcinát? Mert hogy nekem is van 4 gyerekem, és ahogy itt mondtam a tüntetés előtt, én egy nagyon béketűrő ember vagyok, bár ebből sajnos aránylag hamar ki lehet zökkenteni, de egy biztos, bármi áron meg fogom védeni a családomat, bármilyen eszközzel. Ezt itt bárki előtt nyugodtan kimerem jelenteni, ezt nyugodtan merem vállalni, és bár a rendőrök velünk vannak, én úgy gondolom, de kötelességből azért felveszik a beszédeinket, az utólagos kijelentésnél is ezt nyugodtan elemezhetik 100-szor, vagy 100 000-szer, mert én ezt akkor is vállalni fogom. Az igazság az, hogy a felkonferálásnál hallhattuk, hogy egy kis település polgármestere vagyok. Most ez egy olyan kis település, én mindig szoktam mondani, itt körülbelül, ha jól tippelek, olyan 300-an lehetünk ezen a téren. Ez a 300 szám, ez már a történelem folyamán egy párszor bejött. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan bűvös szám, amit hogyha elmondunk, akkor mindenki büszkeséggel tölt el, és mindenkinek megdobban a szíve. Most én egy ilyen alig több mint 300 lelket számoló kis településnek vagyok a polgármestere, és hát felhívott egy hónapja maga a kormány megbízott úr, ezt nem sokszor tette meg eddig, 6 év polgármesterkedés alatt csupán 2-szer, és azt mondta nekem, hogy egy személyes példát is át tudjak adni önöknek, hogy baj van a statisztikánkkal.
Hát igen, tudom, kormány megbízott úr, gazdaságilag sajnos eléggé a padlón vagyunk, mert tavaly kirabolt a kormány minket. Jaj, polgármester úr, hát nem kell itt a nagy politikát egyből belevinni a dolgokba, hát nem arra a statisztikára gondoltam. Hát akkor parancsoljon, kormány megbízott úr, melyik statisztikára tetszett gondolni? Hát a Covid-dal kapcsolatos statisztikára. Értem, tehát akkor kormány megbízott úrnak jobbak az információi, mint nekem, tehát sok a betegünk. Hát azt ő egészen pontosan nem tudja, de kevés az oltottunk. És hát jogos lehet az a kérdés az önök fejében is, ami az én fejemben azonnal megfogalmazódott, hogy kit érdekel, hogy hány oltott van egy településen, kit érdekel, hogy hány oltott van egy közösségben, ha nincs beteg. Akkor kit érdekel? És ha van beteg? És ha van beteg? Ha csak nem az, hogy azért kell oltani az embereket, hogy végre legyenek betegek is. Ezt nem tudom, mindenkinek a saját fantáziájára bízom. Reméljük, hogy nem ez áll a háttérben. Én viszont azt a megosztottságot, amit maga a kormány kezdeményezett nem régiben, miszerint kikiáltott a fő bűnösnek az oltatlanokat, miszerint a társadalomnak azt a többségét, aki jelenleg be van oltva, megpróbálja ráúszítani erre a kisebbségre, a legundorítóbb és a legelképzelhetetlenebb dolognak tartom, hogy egy kormány a saját népében ilyen megosztottságot szüljön. Hallhattuk az előző beszédekben is, hogy a történelem folyamán, mely sajnos ismétli önmagát, hányszor volt már hasonló példa, és mindahányszor mi lett a vége neki. Nos, én a gyerekeim számára, sőt, az önök számára, a honfitársaim számára semmilyen jövőt képzelek el. Én nem oltott és oltatlanra szétbontott társadalmat képzelek el, hanem egy egységes magyar társadalmat, mely végre azt mondja, hogy elég volt. De nem csak a Covid-terrorból, hanem abból is, hogy több mint 3 évtizede teljesen, totálisan hülyének néznek minket, és adják egymásnak a kilincset a jobb és a baloldali kormányok, de valójában nem a magyar nép szolgálatában állnak, hanem egész egyszerűen a saját magukéban és a gazdáik szolgálatában. Ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetni. Amikor én 2018-ban többet magammal megalapítottam ezt a pártot, akkor sokat merengtem rajta, hogy a most nemrég elhunyt, szétforgásolt és elhalálozott politikai értelemben vett Jobbikot siratva, hogy milyen realitást tudok én célként kitűzni. Hogy hogyan fogunk mi ennek egyszer ennek az országnak az élére kerülni. Hiszen most mindent megint előről kell kezdeni, ez egy nagyon jó taktika a politikában, hogy mindig, amikor van egy bimbózó párt, egy olyan politikai erő, mely képes lenne kinőni magát, mely képes lenne valóban a magyar emberek érdekeit szolgálni, akkor az romba döntik. És én megmondom őszintén, hogy a magam 34 évével még azt is mondhatnám, hogy ha ez megint 15 év, akkor megint 15 évet dolgozunk és felépítjük. De tudják mit? Ennek az országnak már nincsen 15 éve. Ennek az országnak, ha így folytatódik, már 15 hónapja sincsen. Éppen ezért azt mondom, hogy a jövő tavasszal soron következő választás az egy olyan mérföldkő lesz országunk életében, olyan sorsdöntő kérdés lesz, ami meg fogja határozni ennek az országnak a létét, vagy a pusztulását. És nem tudtam megmondani 2018-ban, hogy hogyan fogunk mi tudni kisebbségből kormányozni, de ez az a helyzet, ami az embereket, ha nem józanítja ki, ha nem bírja gondolkodásra, ha nem értékelik át azt, hogy az elmúlt 3 évtizedben mennyi hazugsággal etették őket, akkor semmi nem fogja. De jó hírem van. Az, hogy mi minden médiának kiküldtük a meghívónkat, és az a tény, hogy egyetlen egy média képviselője sincs itt, csupán saját szeretett öcsém, aki a Mi Hazánk ifjai alelnöke, szintén felszóló társam volt, és élőben közvetít minket a párt központi csatornáján, ez nagyon beszédes. Miért akarnak ennyire elhallgatni minket? Miért akarják azt, hogy ez az álláspont ne jusson el az emberekhez? Nagyon egyszerű. Mert veszélyesek vagyunk rájuk. Veszélyesek vagyunk rájuk, hiszen nekünk nem pár százezer szavazatunk lesz jövőre.
Mi nem azért küzdünk most, hogy bejussunk a parlamentbe, és egy párunknak nagyon jó fizetett állása legyen, hogy megugorjuk az 5%-os lépcsőt, hanem mi egész egyszerűen azért küzdünk, hogy megszólítsuk a józanul gondolkodni tudó magyar embereket. Azért küzdünk, hogy ne csak az oltatlanok szavazzanak ránk, hanem azok az oltottak is, akik kényszerűségből vették fel ezt az oltást. És hát említettem önöknek, hogy a jövőben csak az várható, amit mi hagyunk, hogy megtörténjen, de úgy gondolom, hogy nem fogom már tovább cifrázni a dolgot, nem fagyasztom meg önöket itt a hidegben, úgyhogy végszónak majd, és rendezvények után megkérek mindenkit, hogy még ne szélekjünk szét, a himnuszt azért mégiscsak úgy élik, hogy elénekeljük. Azért a végére elmondanám önöknek, hogy ez a mi életünk, a mi döntésünk, mert ez a mi hazánk!